érdekes emberek. Jó estét! Mai adásunkban a méhészettel foglalkozunk. Stúdiónk vendége egy úr, aki több mint 40 éve méhészkedik. Mr. Reginald Prombam. Jó estét! Mr. Prombam, mondja el nekünk, hogyan s miért kezdett érdeklődni a méhek iránt. Nos, már gyermekkoromban is gyakran... Elnézést, valami rosszat mondtam? Dehogy, kérem, ne zavartassa magát. Egy kontrollálhatatlan idegrendszeri hiba miatt mondom, hogy ha azt akarom, hogy ön elhallgasson, majd azt mondom, hogy csit. Folytassa, kérem. Igen. Tehát már gyermekkoromban is gyakran kimentem a házunkhoz közeli mezőre. És figyeltem, hogyan repülnek a méhek virágról virágra. És lejegyeztem, hogy mely virágokra szálltak rá. Csitt. Hagyjam abba? Elnézést, azt mondtam, hogy csitt. Pedig csak st akartam mondani. Ne haragudjon, kérem folytassa, rendkívül érdekes. Így aztán megszerettem e kicsiny teremtményeket. Tudja, a méh a természet egyik remek műve. Egy valóságos kis csoda az ő életük. Elnézést, sajnos ez is egy önkéntelen, reflexzerű reakció nálam. Tudja, mindig rikoltok, ha valaki kimondja azt a szót, hogy élet. Látja? Még akkor is, ha én mondom ki. Ne haragudjon, hogy nem figyelmeztettem önt előre. Kérem, folytassa. Amint bizonyára ön is tudja, a méhek két csoportra oszthatók. A méhkirálynő A méhkirálynő várható, élve töltött ideje mindössze egy év. Ugyanakkor a dolgozó méheknek sokkal hosszabb... Csit! Most azt akarta, hogy hagyjam abba? Igen, mert éppen készült kimondani azt a szót, hogy életek. Nem akartam kimondani. Akkor bocsánat, kérem folytassa. Tehát, ahogy mondtam, a dolgozó méheknek sokkal hosszabb az élete. Jaj! Elnézést, nem akartam kimondani, hogy élete. Csak ön úgy összezavar. A méhtársadalom a következőképpen működik. A méhkirálynő a kaptárban él. A kaptár szó miatt csinálta ezt? Tessék, Azért adta ki ezt a hangot, mert azt mondtam, hogy kaptár? Ja, nem, dehogy. Hanem miért? Gyakoroltam. Gyakorolt? Igen, a reagálásomat gyakoroltam egy szóra, amelyet ön valószínűleg hamarosan ki fog mondani. Kérem, folytassa. A dolgozó méhek virágról... virágra szállnak és gyűjtik a virágport. Aha, értem. Virágport. Virágport, virágport, virágport. Hát ilyen hülyeséget nem hallottam még soha az életben. Ha azt mondom, virágpor, vagy kaptár, vagy élet, a maga mindenre csinál valamit. Hát egyáltalán hogyan lett magából riporter? Hát ez mi? Azért, mert azt mondtam, hogy riporter? Akkor ide figyelj! Riporter, 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 riporter.